Meghal Jig Ayotia. 39 elmúlt 6 perccel, ez az az időpont, amikor kisütött a nap, illetve a tusszonul előtt ez az az időpont, amikor Lajos a Bossátorból közvetít. Lajos, mi a helyzet? Hát olyan erővel és energiával folyik a munka, hogy szerintem ezek a életpályát változtathatnak ezek az urak, hiszen pillanatokon belül kész van az egyik kapu, és a labda is, mind a két labda befejezés előtt áll. Eddig mindenki egyébként ragasztotta a lapokat a labdára. Ezek most is. Igen, tehát nem a takkeres módszer. Nem merik rá takkerolni, és lehet, hogy igazuk van. Hát már rosszul mutat a game kapó csapat. Laci és Tibi csapata, valamint Norbi és Gábor csapata játszanak egymás ellen. Ki áll jobban most, Lajos? Hát én nem tudom. Te ki vagy? Juhász Gábor. Ő a Gabi. Tehát akkor Norbi ők és Gábor. Állnak jobban, igen. Norbi és Gábor állnak jobban. Igen, úgy tűnik, mert a háló ebben a pillanatban az első. Mehet így? Zúgy! De gyönyörű. Hallottad ezt a tyú? Ezt a hangot? Na ez mellé ment ez a... Elfogyott a TikTok. Ide jó hangja van. Igen, hangja van, de nem lőtt ki semmit. Hát ismered ezt, van ilyen is, tudod. Ja. Hangja van, de nem lőtt. Na. Ez sikerült. A háló már jó formán fent van. Úgyhogy szerintem pillanatokon belül eredményhirdetés van. Jó, rendben, akkor mi addig játszunk tudszonul, de a tudszonul előtt azért hadd mondjam el, hogy holnap ugye a nagykörösi helyszínen nem rendezhetjük meg a sokkoló focit jogi okokra hivatkozva. Igen. És ezt mi átmásítanánk paintball focira. Viszont a hír hallatán az egy csapat lemondta. Nem is értjük, hogy miért. Pedig kapnak védőfelszerelést. Így van, kapnak védőfelszerelést. A másik csapat benne van, tehát keresünk még egy foci csapatot holnapra a kösilali@neofm.hu-ra, és telefonszámot írjatok rá. Tehát egy 6 fős csapatra van szükségünk, akik hajlandók játszani a még megmaradt csapat ellen. Igen. És ezt elmondom, hogy elég rosszul célzunk, tehát nincs mitől félnetek. Igen, tényleg. És paintball-al, de kaptuk védőfelszerelést. Igen, ők is kapnak. Befolyásolnánk a játékot. Természetesen a kommentátorunk Horthy Gábor ott lesz. Tehát ez őrán nem lövünk. Őrán nem lövünk. Egymásra sem. Majd előtte. Egymásra sem eleinte. Mutassátok be előtte nekem. 6 fős foci csapatra van szükségünk. Jelentkezett kösilali@neofm.hu. Ez a lényeg. Itt van az Éva. Hello Éva, jó reggelt. Halleluja Istenem. Hát ha. Éva drága. Elkezdjük. Elkezdjük. Ezek közben takkerolnak. Jó. Elkészültek, én azt látom. Elkészültek? Melyikük? Foci labdátok kész van? Norbi és Gabi? Igen. Minden megvan? Azt mondjuk, hogy megvan. Megvan? Meg bizony. Hát akkor nem kész annak. Gratulálunk, persze Laci és Tibi is fejezzék be, mert ugye a foci használni fogjuk. Mindenképpen kellenek a kellékek. Éva, kezdjük el. Azt tudom neked mondani, hogy libanoni férfi. Yeah. Igen. És Libanon. Egyszerű szó. A Jézus nem jön be Libanonba, nem mindig. Sű vakci. Ne, hát csak mondta, hogy... De nem, hát azért vallástörténelemből mindig hozzád fordulnék. Persze. Így van. Na, libanoni férfi és egy egyszerű szó. Éva, mehet? Mehet. Parancsolj. Kerkszú. Mennyi? Jaj, megvan. Na, még egyszer. Kerkszú. Nem tudja. Még mondjad? Kek. Nem. Még egyszer. Kerkszú. Tömeg mindjárt kiabálja itt. Tével kezdődik? Nem, kával, mint anyád. Nem neked szólt, ez csak egy példa volt. Példa volt. Paktus? Nem. Majdnem jó. Akarod, hogy a tömeg itt kiabálja? Természetesen. De várjál. Még egy a Lajoséhoz szokott segíteni, hogy hallasz egy X-et, az egy magyar kettős mással hangzó. Na és már tudod is. Nagyon rossz. Na, hallgass meg még egyszer. Kerkszú? Meghallgathatom rádió? Persze, hallgass meg rádió. Végülis ez egy rádió. Évi, drága, hogy vagy? Nem vagyok nagyon jó, már nem tudom. Évi, mondd azt, hogy kedves szegediek, kiabáljátok a megfejtést. Kedves szegediek, légy szíves. Ez akkora kitolás. Igen. Atta, ez most kesztyű volt, és... Kesztyű? Még egyszer, 1, 2, 3. Hát én most nem értettem. Az idióta az nem megfejtés volt, hanem egy véleménynyilvánítás, amivel vitatkozunk te, persze. Megkérhetnék valakit, hogy egyedül kiabálja? Nem, mert akkor ő viszi az ajánlát. Hármat számolok, mindenki egyedül kiabálja. 1, 2, 3. Hát nem értem. Kaptuk értek. Éva, ezt nem tudjuk szebbé tenni. Istenem. Hát ez nagyon jó. Lajos, hogy örül? Hát ez nagyon jó. Ez most tényleg nem tudjuk szemíteni, karcsú lett volna a megfejtés. Karcsú, röbetűt nem hallottam. Hát a hallgass meg még egyszer. Karcsú?
Hát így már igen. Na ugye. Hát. Igen, a nyelvet az ember nem tudja, csak feltételezi. Igen. Tehát nem, mert ugye csomó dolgot hallasz, amit nem is hallasz ki minden betűt, igen, hanem igen. Egyszerűen mivel már ismered, feltételezed, pedig ott volt eléggé hangsúlyosan az R betű. Igen, és elbújt. És elbújt, mert valahogy ő törölte, Évi törölte a fejéből az R-t. Igen. Igen. Évi, így jártál, sajnáljuk. Nem baj, próbálkozzál. Jó, oké. Okay. Puszi. Köszi, sziasztok! Szia, csókolunk, de jót röhögtem. Jönnek az üzenetek. Itt ülök a labor előtt az STK-ban is hangosan röhögök. 50 ember fog meglicselni, puszi manyecska. Halleluja. Kérlek, srácok, szóljatok az operatőrnek, hogy ne rángassa már össze-vissza a kamerát, mert nézhetetlen a net közvetítés. Köszi Csaba egy óta. Hú, Zsoc, most a kaptál az arcodat. Hú, Zsocnak remeg a keze, hát tudod. Akkor adjuk neki a sört. Sziasztok, milyen jó lesz, amikor Antalék 10 évek múlva elmesélik a gyerekeiknek, hogy egy rádiós műsor játékának kedvéért ismerkedtek össze. Mérnám az ilyen jó fejszülőket, Anikó? Így van. M7-es 24-es kilométer Budapest felé mérnek, köszi a gyógyszeresnek. És ez is nagyon kedves SMS, azt mondja, ma 4. hó 4-én 4 hónapos a kislányunk. Tavaly ilyenkor, mikor megtudtam, hogy terhes vagyok, épp Tapolcán voltatok turnén, és a stúdió mögött örvendeztem a dokitól hazafelé. Gyönyörű nap volt, mondhatnám, hogy köszi Lali, de hülyén jön neki. Csak ha hasonlít rám. Ez nagyon édes volt. Nagyon édes. Ezek a sztorik, ezek kellenek. Folytatódik a Fafoci triatlon a Bossal, mert a mérkőzés maga a futballmeccs, mert ez a két-két jó ember egymás ellen még focizni is fog azokkal az eszközökkel, amiket előállítottak a bosszárszámokkal. Ez jön majd a hírek után. De Móni is készül, és Móni egy pár vidám történetet megoszt velünk, majd Dóri hírei után természetesen. Látom itt a trafikat az M7-es környékén, ezt nagyon sokan megírtátok, írjatok még több közlekedési SMS-t. Szegeden, bár ez nyilván nem teljes Szegedre vonatkozik, amit itt látunk, de itt a belvárosi forgalom teljesen nyugodtnak tűnik. Igen, nézd. Úgy rendben van. Pedig azt mondtuk, hogy baj van a belvárosban, de ezek szerint nem úgy hát, de nem itt. A baj az mi vagyunk. nem itt, hanem máshol. Más. Gyerekek, van egy ötletem, lehet, hogy le fogjátok, úgyis mondjam, fújolni. Igen, ne is következő, kezdem. Már elég sokszor előfordult az itt létünk alatt, hogy az egyik csapat tetemes vezetésre vagy előnyre tetszett, ami azt jelenti, hogy már el van döntve tulajdonképpen a verseny. Igen. Mi lenne, hogyha a jól álló csapat, aki már 4 ponttal vezet, ugye, és hiába kap a másik 2 pontot, úgysem fog nyerni, felajánlaná a dupla vagy semmit? De megkérdezhetjük. Hát akkor, mert akkor, hogyha... A tömegnek nem tetszik. Mert akkor a másik is nyerhetne esetleg, érted? Hát neki meg volt az esély, hogy nyerjen, de ugyanakkor az előző két játékos az előző két napon, az mit fog elszólni? Hát perelnek, mit szólnának? Mint a nekik nem ajánlott. Jó, ezt beszéld meg velük, hogyha ma így akarják, akkor csinálják, nekem teljesen mindegy. Nekem tetszik. De mi a dupla? Hát, ha ők nyernek fociban, akkor hiába vezet a másik csapat, mégis ők a nyertesek, érted? Ja, értem, ez a minden. De akkor még minek volt értelme az első két versenynek? Hát igen, ez a baj. Nem, én hozzá sem nyúltam a gombhoz. De persze. Gabi, megharapom az ujjadat. Azt hiszem, a duplával semmi az úgy van, ha valaki berúg egy gólt, rúghat még egyet. Jó, hogy tudod ezt. Ez nem? De, ez nem játszik. Te nyomtad a gombot, ne dumáljál. Én nekem. Nem. Na jó, mi a véleménye? Nem, oké, te én nyomtam, mindegy. Hagyjuk. Ne. Közlekedési SMS-eket írjatok, jó? Légy szíves. Most, tehát M3-as autópálya, M5-ös, M2-es befelé, Váci út befelé, Szentendrei út befelé, mindez a fővárost érintve. Minket a Kecskeméti útvonal érdekel egyébként, mert Kecskeméten keresztül megyünk Nagykörösre, ott mondjátok nekünk a finomságokat. Aha. Igen. Aztán 4-es, 44-es, 8-as szoktak lelkes trafipaxozók lenni. Tudtok-e valamit erről? Rakpartok, hídak, hogy viselkednek, és a rendőrök kaszálnak-e rendesen? Győrben mi a helyzet? Mert ott helyzet van. Nem tudom, miért kérdezem. Nyársapátra nézzük, vetítsük a tekintetünket. Igen. Meg itt a Széchenyi térről a Kárász utcáig, a másik végéig mennyivel lehetne átérni, hány másodperc alatt egy Porsche-val? Igen, mivel ez egy sétáló utca. Ablak körül nélkül. Jó, Trafipax infokat is ne felejtsétek, 0630. 3 millió! Nem ez volt az utolsó dobásunk. A Neo FM hallgató.